Vlahovics duplázott a találkozón a Fiorentina harmadik és negyedik gólját szerezte a mérkőzésen, úgyhogy hát remek teljesítményt nyújtott. Nyilván nem kérdés, hogy ugye az egyik legígéretesebb csatára a Szíriának, aki iránt egyre több csapat érdeklődik. Nem, nem kívül jó teljesítmény jutott, és hozzáteszem nem először. És hát a 14 év meccset 12 gól ebben a valószínűleg nem is utoljára, elképesztő tehetség egyébként. Amitől egy kicsit tartok, hogy hát... Azt szoktuk mondani, hogy a érdekes módon a külföldön befutott játékosok már nem csak ígéretek, hanem már befutott játékosok és fiatalkora ellenére is életfutbara képes. De még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz az ő, ő következő csapata. A Fiorentinában nem fog ott maradni, mert kinötte. Valahol legalábbis általában a játékosok úgy érzik egy idő után, hogy kinövik azokat a csapatokat, ahol, ahol befutnak és tovább akar majd lépni. Nagyon-nagyon fontos lesz, hogy hogy a menedzsereivel, ha összeül, akkor milyen csapatot fognak választani, mert hát mondom, a nagyon fontos neki a, jelölteket. a az Arzanál tűnik a legkomolyabb érdeklődőnek, de felmerült a Tatanám, a Paris Saint-Germain, a Bayern München, hol tudjátok őt elképzelni? Hát semmiképpen nem a Paris Saint-Germain és a Bayern Münchenben. Ott én sem. Hát um, nyilván legthetősebb uh, angol és európai klubok ilyenkor mindig felmerülnek. Én nagyon bízom benne, hogy akárhogy is van, inkább egy olasz top klub elvinné, még lehet, hogy erre kisebb is az esély. Azért az olasz bajnokságnak nagyon fontos lenne, hogy ne vásárolják ki mindig a lukakokat, mindig a láhoicsokat, hiszen pont ezek azok az évek, mikor a séria erősödik. Uh, én még egyszer mondom, bízom benne, mikor kisebb is talán rá az esély, hogy valahol Olaszországban marad és egy, egy olasz top klub viszi el a Fiorentinát. Osztom ezt a véleményt. Én is örülnék neki. Egyelőre egyébként ugye azt tudjuk, hogy 2023-ig van szerződése, tehát hogyha pénzt szeretnének érte kapni, akkor azért minél előbb... Hát nem kérdés, hogy nem fogja kitölteni a szerződését, tehát én nagyon nagy esélyt látok arra, hogy már most a télen valaki bejelentkezik érte nagyon komoly összeggel, de a jövő nyáron az 100%, hogy elmegy. A Milan együttesében hát egy sokkal rutinosabb játékos volt az egyik főszereplő, Zlatan Ibrahimovics, 5 perc alatt duplázott, és 3 0 hátránynál visszahozta a Milan együttesét egy személyben. Hát a nagyon változó. kellett itt, ugye Bonaventuri is erről már beszéltünk, ez egy nagyszerű gól, és egyébként Jó Hernández, aki ugye eladja a végén a labdát, amiből a negyedik Fiorentina gól születik, ad majd neki egy nagyon jó gólpas, majd Peti úgyis elemzi azt a szituációt. Úgyhogy hát igen, ebben a Milánban még nagyon fontos, hogy legyenek a fiatal játékosok mellett tapasztalt futbolisták olyan futbolisták, akik kellő súlyjal szállnak be, vagy tudnak játszani ilyen mérkőzésen, amikor nehez helyzetben van a csapat, és igazából ezek a vezéredénységek, akik ilyen nehezebb pillanatokban, hátrányban úgymond vissza tudják hozni a mérkőzésbe az együttes. Ő a legidősebb duplázó Elnyűhetetlen. Most, most, már bármit csinál, mindenben a legidősebb lesz, valószínűleg tartom. <laughs> még Elképesztő, a Egyébként... legidősebb gólszerzők között van két játékos előtte. <laughs> Igen, de, de, csodálom. És még, pedig azért csodálom, mert mennyi két évvel ezelőtt volt neki ez a keresztalok szakadása körülbelül és vissza tudott belőle jönni. Tehát azért abban a korban már egy ilyen keresztalak nem szoktak visszajönni játékosok, főleg nem csatárok, és még mindig képes arra, hogy mérkőzéseket döntsön el. És még nézzük mindig... is a második golyát, még hogyha ez még... nem is mert, eldöntő találat döntő Hogyne, és még, és még mindig gyakorlatilag az esze a pályán. Tehát ő nem véletlenül mondta mindig azt, hogy nem kell ahhoz a aranylabdákat nyerni, hogy ő legyen a legjobb futbalista, és azért nézzük meg ennél a szituácián a helyezkedését. Ugye látható itt a gyönyörű beindulása a mélységből, és, és mindenféleképpen bekarikáznám itt Ibrahimovicsot, ugye ebben a pozícióban, amire azt mondanám, hogy center játékos, majd érkezik a beadásra, és megpróbálja majd megoldani. Ehelyett mi történik? Látható, hogy zsiru gyakorlatilag beindul a rövid oldalra, ahova kell egy centernek érkeznie, és azért fel van figyelmet, hogy gyakorlatilag kocog. Majd mondhatnám azt is, hogy szinte sétál ott hátul, Valószínűleg tudja, hogy az a szituáció, ahonnan ő gólt szerezhet. Oda, abban a helyzetben bejönni, az neki már nem az a, az a az a dinamika, ami önt jellemezte mondjuk ezelőtt még 5 évvel, vagy 8 évvel, vagy 10 évvel, akkor még ezekre a pozíciókra érkezett, és abból rúgta gólokat. Most már inkább lemarad az akciókra, nézzük meg, ott sétál, és gyakorlatilag tökéletes az észrevétel, hogy ide vissza lehet passzolni a labdát, és ez egy teljesen üres terület, és csak amikor felnéz a játékos, abban a pillanatban indul csak meg, tehát egy hihetetlen esze van a focihoz, és tudja, hogy mikor merre kell helyezkedni ahhoz, hogy ő eredményes tudjon lenni. És jön is a visszapasszott labda, nem próbálja kifordítani a lábát, nem próbál jobb lábra áthelyezkedni, hanem úgy, ahogy érkezik ballábbal, tökéletesen ki tudja használni. Tehát ő a zseni kategória, ha 45 éves lesz, akkor is valószínűleg ugyanezeket a szituációkat le tudja játszani úgy, hogy abból a bogólok szülessenek, de most még megvan hozzá az a kellő. Finesz, meg, meg, talán még, ha még az előbb beszéltem dinamikáról, ami már nem tökéletes, de még mindig megvan benne az, hogy a 16 belül a nagy lépteivel még mindig tud akkorákat lépni, hogy egy, gyakorlatilag egy-két méteren még mindig gyorsnak mondható.